Tóth Krisztina, felhőmesék. Mese a denevérről, aki madár akart lenni. Volt egyszer egy kis denevér, akit Demeternek hívtak, és aki nem akart denevér lenni. Egy padláson élt a testvéreivel, unokatestvéreivel és távolabbi rokonaival, egy vidám és állandóan morajló denevér kolóniában. Reggelenként a kis denevér gyerekek lövdösödve elhelyezkedtek a szelemenfán, és fejjel lefelé lógva, puha kis szárnyaikba burkolózva várták az esti, akarom mondani, a reggeli mesét. Tudnotok kell, hogy a denevérek nappal alszanak, így nekik, a denevérifjaknak, a hajnal első sugarai jelentették a legfekvés idejét. Debóra néni, a legidősebb denevérasszonyság, ilyenkor odaszállt a lurkókhoz, és megkérdezte tőlük. Na, meséljek nektek valamit? A denevérgyerekek kórusban feleltek. Mesélj! Félelmeteset? Kérdezte mosolyogva Debóra néni. Igen! Ijesztőt? Olyat, ami a fényes napvilágon játszódik? Igen, de nevéreset! Ezzel aztán elindult a mese, és mire befejeződött, a kicsik rendre el is aludtak, a kis Demetert kivéve. Demeter teljes erőből nyitva tartotta a szemét, és amikor minden elcsendesedett körülötte, ő szépen kiröppent a padlás ablakon, hogy körbenézzen a kinti, ébredező világban. Lenyűgözték a kék fellegek, a tetőcserepeken megcsillanó napsugár, az odalent gördülő autók és legfőképpen a madarak. Ámulva figyelte, amint a fák ágaira telepedve hosszú trillába fognak, és egymásnak felelgetve hasítják szárnyaikkal az eget. Az egyik környékbeli kertben valaki madáretetőt függesztett az ágra. A kis denevér vágyakozva bámulta, amint a madarak leereszkedtek, és felcsipegették csörükkel a magukat. Belesajdult a szíve a vágyakozásba, hogy neki nincs csőre, s nincs tarka tollazata. Egy alkalommal, hajnalban, amikor senki sem látta, nekirugaszkodott a levegőnek, felcsippentett néhány napaforgómagot, aztán a nagy fénytől elvakulva szételegve navigált vissza a padlásablakhoz. A mag rossz ízű volt, de ez sem tántorította el, mert addigra a lelkében fészket vert a vágy. Nem akarok többé denevér lenni, gondolta elkeseredetten. Onnantól kezdve minden áldott nap a szökés tervén gondolkodott, ezt forgatta a fejében. Egy szép napon aztán, amikor Debóra néni ismét mesélni kezdett a többieknek, a mi Demeterünk észrevétlenül kiröppent a tetőre. Nagy reggeli fényesség fogadta, szinte hasogatta szemét a szikrázó napsütés. Bent a padláson a nagyok mindig azt tanították nekik, hogy ultrahanggal kell tájékozódniuk, de Demeter úgy döntött, mától ő igenis madár lesz, és a szemét fogja használni. Legelőször is elrepült addig a fáig, ahol a madáretető volt kifüggesztve. Tudta az utat, hiszen járt már itt egyszer, igaz, akkor nem ültek madarak az ágakon. Most éppen reggeli ideje volt, és a megyvágók, cinkék, zöldikék rémülten tollukat borzolva rebbentek szét a különös, fekete szárnyú lény láttán. Sziasztok! Én is madár vagyok! Kiabálta Demeter, de a madarak csak kacagtak rajta. Na majd én megmutatom nektek, ki az igazi madár! Futott el a méreg Demetert. Szemei tágra nyitva kinézte magának a következő repülési célpontot, az újságos bódé csúcsos tetejét. Igaz, alig látott, de a szárnyaiban érezte az erőt és a lendületet.
Nekivágott a tágas, szelektől fodros levegőnek. Hatalmas ütést érzett, olyan keményet, mintha a padlás falának ütközött volna. Egy lámpaoszlop tövében tért magához, a piszkos aszfalton. A szárnya sajogott, a feje zúgott. Cipőket látott. Hatalmas lények jöttek, mentek körülötte a járdán. Az ott testen pedig, alig egy méterre az oszloptól, lefékezett egy zajos, olajszagot árasztó busz. Demeter arrébb szeretett volna kúszni, de mozdulni sem tudott. Egyszer csak egy arcot látott maga előtt, és két kék, kíváncsi szemet. Egy kisfiú bámult rá közvetlen közelről. Na hát, mondta neki a kisfiú. Te megsérültél, szegény kis madárka, na várj csak, hazaviszlek. Azzal óvatosan felemelte Demetert, és belefektette a pulóverébe. Puha meleg pulcsi volt, nem vitás, Demeter azonban aggódott kissé, hogy hová is viszi őt ez a hatalmas gyerek. Otthon a kisfiú kicsit magára hagyta őt, mert ki kellett mászni a keresgélni a házuk padlására. Padlás! Hasított Demeter lelkébe a szó, és szomorúan gondolt vissza az ő padlásukra, ami elérhetetlenül messze került tőle. A kisfiú közben visszatért, és egy rég hallott kanári madár kalitkáját lóbálta a kezében. A kalitkát letörölgette, megtisztította, aztán magokat szórt az aljába egy kis tálkába. Itt jó helyed lesz, mosolyogott Demeterre. Demeter kissé kellemetlenül bemászott a kalitkába, és csak akkor kezdte kicsit jobban érezni magát, amikor este a kisfiú, ahogy egykor a kis kanári madarat, őt is letakarta egy sötét rongyal. A kalitkában végre kellemesen sötét lett, ám Demeter még mindig éhes volt, a magokat nem bírta megenni. Reggel a kisfiú ismét szemügyre vette barátját. Hát te nem ettél egy falatot sem, fakadt ki aggódva. És különben is, nagyon furcsa madár vagy te. És a kalitkába nyúlva megsimogatta Demeter, még mindig sajgó szárnyait. Finom, redős, puha szárnyacskád van, de nincsen csőröd, és nem hallottalak csicseretni sem. Tűnődött a fiú. Nem vagyok madár, én denevér vagyok, denevér, denevér! Kiabálta Demeter, nekikeseredve. A kisfiú szeme elkerekedett. Egy igazi denevér! Hát ez csodálatos! Rögtön lefényképezte a hunyorgó kis állatot, és elküldte a barátainak a képet. Délután sorban érkeztek látogatóba a kíváncsi osztálytársak. Az egyik legyecskét hozott, a másik egy könyvet a denevérekről, a harmadik jó tanácsot. Ültek a kalitka körül, törték a fejüket, míg végül arra jutottak, hogy a legjobb volna szépen hazavinni Demetert. Meg tudod mutatni, hol laksz? Kérdezték tőle. Demeter szomorúan rázta a fejecskéjét. Mindössze arra emlékezett, hogy egy nagy, tágas padlástérben volt a kolóniájuk, és a padlásablakon át egy nagy kertre lehetett látni, ahol madáretető lógott a fán. Ha hazaviszlek a lámpaoszlopig, ahol találtalak, onnan hazatalálsz a padlásotokra? Kérdezte a kisfiú. Demeter bizonytalanul bólintott. Délután 6 volt, mire a gyerek csapat a lámpaoszlophoz ért. Még mindig nagy volt a forgalom, de szerencsére már közeledett az alkony, így Demeter sokkal jobban tudott tájékozódni, mint a nagy nappali fényességben, és nem is érezte olyan fáradtnak magát. A gyerekek a magasba tartották, és biztatták, hogy repüljön.
Demeter forgolódott egy kicsit, csapkodott a szárnyaival, és próbálta bemérni, merre felé esik az újságos bódé, amelyiknek a tetejére annak idején annyira szeretett volna eljutni. Ahogy így forgolódott, látta, hogy a járdán kicsi verebek és kotnyeles galambok figyelik, miben mesterkedik ez a csapat gyerek, de senki ügyet se vett rájuk. Mindenki csak vele foglalkozott, vele a kis denevérrel. Szívét hála és büszkeség töltötte el. Még egyszer rápillantott a kisfiúra, aztán a levegőbe emelkedett. Egyenesen a padlás ablakig szállt, ahonnan kiszűrődött a régi, ismerős morajlás. Demeter beröppent, és elhelyezkedett a többiek mellett a szelemenfán, mintha ő is éppen most ébredezne a hosszú nappali álom után. Később aztán mindent elmesélt a társainak, akik hitetlenkedve, nevetve hallgatták a kalandot. De mindez régen történt már. Azóta újabb denevér nemzedék nőtt fel azon a tágas, sötét padláson. Most is van egy öreg denevér asszonyság, aki reggelente megkérdezi a fejjel lefelé lógó szárnyukba burkolózó kicsiket, hogy miről is meséljen nekik elalvás előtt. A kicsik fészkelődnek, aztán azt válaszolják vékony kis ultrahangjukon. Mesélj nekünk a kis denevérről, aki madár akart lenni.